kicsit, mintha magyarázkodni kellett volna, hogy miért pihentetjük a játékosainkat, miért nem verjük meg a spanyolokat. Nem az, hogy csoport elsők legyünk, és az ötödik hely biztosítva legyen, tehát nem ez volt a cél. Itt a cél az, hogy minél tovább menni. És ha lehet, akkor nyerjük meg a versenyt természetesen. Én az István mellé úgy csatlakoznék, illetve más oldalról közelíteni meg ezt a dolgot, hanem hogy nem pihentetni szerettük volna a fontosabb idézőjelben, hogy azokat a játékosokat, akik korábban több lehetőséget kaptak, hanem megnézni azokat, akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak, mert óhatatlan esetlegesen a következő világversenyre ne legyen így, valaki nem jön, valaki lesérül, valaki éppen megbetegszik, akkor mit fog mondani, hogy nem fog majd kiállni XY csapat ellen, nem. Úgyhogy őket is játékba szerettük volna lendíteni, bizalmat szavaztunk nekik. Jó pár napja nem játszottak, és még az öltözőben Laci hívta fel a figyelmüket, hogy ne a szíve vigye őket, hanem az eszük, akik kevesebbet játszottak, érthető, hogy ilyenkor meg szeretnék mutatni, és a többi, és ebben jóval több hiba belecsúszott. Egyébként a spanyol egy kiváló válogatott. Természetesen nyerni szerettünk volna, de hamar túltettük magunkat azért ezen a vereségen. Persze minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nyerni szeretnénk. Tegnap még azért volt bennünk egy kis tüske, hogy közelebb is lehettünk volna, de ahogy Dominik is mondta, már ezt magunk megé dobtuk, és csak a franciák vannak előttünk. Miki, ugye múltkor azt mondtad, hogy neki megyünk bárkinek, aki jön szembe a negyeddöntőben, a franciák jönnek, nekik lehet menni? Természetesen nekik lehet menni, nem nekik lehet menni, hanem nekik is kell menni. Tényleg egy lapra szerintem itt felteszünk mindent, és az életünk arán fogunk harcolni, hogy bejussunk a elődöntőbe. Nem gondolnám, hogy nagy teher van. Ők azért, ahogy talán egy-egy nyilatkozatban beszéltük a kiutazás előtt, azért monitoroztuk, beszélgettünk velük, mindenki ezt a célt, illetve ezt a mérföldkövet jelölte meg, és ennek nincs vége, amit ők elvártak maguktól, én nem gondolnám, hogy teher. Édes teher, mindenki szerintem izgatottan várja a holnapi mérkőzést, sőt név nélkül az egyik rutinos kapusunk azt mondta, milyen jó, ma mentünk le edzeni délelőtt, hogy a többiek húzták a bőröndöt, na végre itt maradtunk mi egy kicsit tovább. Tehát pozitív mindenki, és várják a mérkőzést. A kitűzött célt elértük, de azért titkon mindegyiknek a célja nem az, hogy a nyolc közé jussunk, hanem hogy az elődöntőbe vagy a döntőbe. Persze meg szeretnénk nyerni az egész világbajnokságot, hiszen szerintem minden sportember, minden sportoló így érkezik ide, hogy ő legyen a legjobb. Hát sokaknak szerintem úgy fogjuk föl, hogy ez az év meccse, vagy valakinek az élete meccse. Tényleg mindent meg fogunk tenni, és ahogy mondtam, az életünk árán is küzdeni fogunk, hogy nyerjünk. Természetesen van realitása, hiszen itt vagyunk a világ legjobb 8 csapata között. Miért ne lehetne a miénk? Tényleg, hát nagyon nehéz az út, ez a... Bocsánat, nagyon három komoly meccs kell ahhoz, és tényleg mind a három meccsen extra klasszis teljesítményt kell nyújtani az egész csapatnak, de szerintem nincs olyan, hogy lehetetlen. Támadásunkban a gyorsan elszórt labdákból való kapott gyors gólokat, azt mindenféleképpen minimálisra kell csökkenteni, tehát technikai hibák semmiképpen sem fognak beleférni, illetve a védekezésünkben főleg középen nagyon-nagyon masszívak kell legyenek, hogy legyünk. Átlövők, irányítójuk nagyon jó mozgatják a falat, dinamikusak, ráadásul nagyon jó magasra tudnak ugrani, elképesztő lövő erejük van, tehát veszélyesek közelről, veszélyesek távolról, beállósaik is, azt gondolom teljesen mindegy, hogy melyik van fönt a pályán, a Karabatic, vagy esetleg a Fabregas. Szélen nem is kell lecsetelni, többszörös BL győztesek, világbajnokok vannak mindkét oldalról, rutinosak is, úgyhogy nem nagyon tudnék gyenge pontot mondani, de mindenféleképpen, hogyha kontrollálni tudjuk ezt a nagy rohanó játékokat, illetve fegyelmezetten vissza tudunk zárni, akkor azt gondolom, hogy partiba tudunk lenni a franciák ellen. A Máté az irányítónk ki tudja mozgatni őket, azért elég nagy testű emberek ott középen, a Karabatic, őt biztos ki lehet mozgatni, a szélsőik nagyon kicsik, tehát ott a Bencével jók lesznek a kettő-kettőink, biztos, hogy futnunk kell, ha meg lesz a labda, a Roli védeni fog abból, nagyon sok gyorsrolanás, gólokat kell lőnünk, talán ez lehet a kulcs, és végig fókuszálni, 100%-ot nyújtani egész meccsen.
azért szerintem mindenkiben van még plusz tartalék, főleg egy ilyen meccsen, ahol a cél a négy közéjutás, tehát mindenki magába fog karmolni, tehát és 100%-ot nyújtani mindenki, ha valakinek kell 60 percet, akkor 60 percig fog játszani tényleg, tehát itt nincs az, hogy majd pihenőt kérünk, vagy bármi más sérülés, tehát próbál mindenki majd tényleg koncentráltan 60 percig játszani, amennyit bír.